Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt Felső Zsolcán, a Felső Zsolcai Római Katolikus Plébánián. Először is mondjatok magatokról néhány gondolatot. Hol tanultok, honnan érkeztetek? Mi az EGRI szemináriumból, illetve az EGRI érseki papnevelő intézetből érkeztünk, lévén, hogy egy évben 4-5, esetleg 6 alkalom is van arra, hogy lelkipásztori hétvégén velünk részt. Ezen alkalmunk azért jó, mert hogy az egyes egyházmegyéknek a kispapjai a saját egyházmegyéjükben, a saját részterületükön plébániai gyakorlat gyanánt, így ismerkedhetnek magával az egyházmegyének a területével, illetve azokkal az atyákkal, akikkel később majd mint munkatársakkal együtt hirdethetjük Krisztus evangéliumát. Te honnan érkeztél? Hanyadévesek vagytok? Dicsértessék a Jézus Krisztus, én pedig Barta Márton vagyok. Én is jelenleg Egerben tanulok az EGRI Hittudományi Főiskola és Érseki Szemináriumban, mint harmadéves hallgató, és én is ugyanúgy, mint Cókol Sándor testvérem, ugyanúgy onnan is érkeztem, illetve ugyanúgy érzek ezzel kapcsolatban, hogy ezáltal meg tudjuk ismerni mind az atyákat, akik már szolgálatot teljesítenek itt az egyházmegye területén, mind ugye ismerkedhetünk az egyházmegyével, az egyes részeivel, és illetve a hívekkel is így tudunk találkozni és beszélgetni, ilyen kisebb volumenű kapcsolatokat kialakítani. Milyen a szemináriumi élet? Néhány emléket, gondolatot róla, hanyadévesek vagytok, hol tartotok a tanulmányaitokban? Ami engem illetén 5. éves vagyok, mert hogy úgy van jelenleg az egyházban nálunk, úgy a Magyarországon, hogy 6 éves a papképzés, legalábbis az EGRI egyházmegyében még ezen a szinten vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 5 éven keresztül az ember a spiritualitásban és tudományokban, nyilván a szent tudományban elmerül, illetve nyilván így fegyelmileg is fejlődik az ember, és aztán a 6. évben egy fél évet eltölt az ember egy adott plébánián a saját egyházmegyében, a diákónus szentelés után, lévén, hogy 5. év után sor kerül erre, és azt követően még jurisdikció, tehát egyéb szigorlatok, illetve kisebb vizsgák várnak még az emberre, és 6. év végén pappá szentelik az embert, de nyilván 5. év végén, tehát amint mondtam, az egyházi rend első fokozatában, tehát a diákónus szentelésben már részesedik az ember, tehát jelenleg ebben az évben én erre készülök. A szemináriumi élet az mindenképpen egy olyan élet, ami nem hétköznapi a fiatalok számára, lévén, hogy hát úgy szokta a spirituálisunk ezt megfogalmazni, hogy nem hétköznapi dolog az, hogy 20 éves, vagy akár tehát 20 és 30 év körüli fiatal emberek bent ülnek egy papnevelő intézet kápolnájában is imádkoznak, amellett, hogy a világban élő fiatalok, fiatal fiúk nyilván más időtöltéssel, tehát mással tölti ki az idejüket. Tehát igazából 3 lába van a szemináriumi életnek, ezt szoktam megfogalmazni legtöbbször, a tanulmányok, a spiritualitás, tehát a Krisztussal való személyes és mély ima és szeretet kapcsolatban való elmélyülés, tehát ez a spiritualitás, van maga a fegyelem, a magatartás, illetve a hozzáállásnak a megfelelő kialakítása. Én pedig, ahogy már említettem, 3. éves hallgató vagyok jelenleg a szemináriumban. Ugye ezt úgy is el lehet képzelni, hogy gyakorlatilag egy kimondottan csak fiúkból álló, hát nem csak kimondottan, ténylegesen csak fiúkból álló egy ilyen kollégiumi élet. Ugye minden nap be van osztva szigorúan a napirendünk, és ahhoz próbáljuk igazítani az életvitelünket, az életritmusunkat is, és ebben a rendben, ugye, ahogy Sándor testvérem is említette már, helyet kapnak ugye mind a tanulmányi oldala, mind pedig a spiritualitás szemszögéből
vett életünk, illetve a fegyelem is ugye ezáltal is, hogy nagyon szigorú rendben élünk, és ugye vannak ilyen kimondottan ilyen szilenciumok, amikor tehát ténylegesen csendet kell tartanunk ugye a tanulmányok miatt, illetve hogy mi is el tudjunk ezáltal a csend által mélyülni az Istennel való szeretet kapcsolatban. Ti mikor kaptatok meghívást erre a szolgálatra? Hogyan emlékeztek erre vissza? Ami engem illet, az én meghívásom elég hosszú történet. Eleve rendhagyó az, hogy én nem vallásgyakorló szülők nevelését kaptam meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy ateista, vagy Istenben nem hívő család lett volna. Mindössze annyi, hogy vannak az, tehát szocialista hátterem van, tehát kommunista hátterem, ami az én családomat illeti. Ebből kifolyólag az én szüleimet is ennek a szellemében nevelték, bár igazából, amikor én gyermek voltam, édesanyám vallás gyakorló volt, de végül is én magam már nem kaptam vallásos nevelést. A nagyszüleim viszont reformátusok voltak, és rajtuk keresztül azért mindig hallottam ezt azt, illetve sőt, még próbáltak hitoktatásban is részesíteni, de ennek végül is különféle akadályai voltak. Igazából a fiatalkori gimnáziumi hullámok elértek engem is, de ez volt az az időszak, amikor viszont érdekes, hogy egyrészt a biológia, a fizika, a kémia tanulmányozása során, és egyébként ez nem az egyetlen ilyen eset, tehát az ember felismeri, hogy igenis van valaki az ember fölött, van valaki fölöttünk, mert hogy annyira rendszerezett ez a világ, az univerzum, a kozmosz, és ugye volt arra lehetőség, hogy a Szentírásról is hallgassak néhány stúdiumot a gimnáziumokban, és valami humánumot éreztem magamon, valamilyen szociális érzékenységet, hogy valamit tenni az emberekért. Szerettem volna orvos lenni, orvosi egyetemre is jelentkeztem, de egy-két érettségi ponttal lemaradtam, tehát éppen fölöttem húzták meg a határt. Tehát pszichológus szerettem volna lenni, lelkész és pap és minden, de az a lényeg, hogy ez csak Krisztus kegyelmének tudhatom be, hogy egy ilyen elhívást éreztem a gimnáziumi tanulmányom során, tehát nem is egy egyházi iskola volt ez, hogy elmenjek a római katolikus templomba egy alkalommal szentmisére, és ott annyira megérintett maga a liturgikus élet, a liturgia világa. Egyébként is már azelőtt is foglalkoztam a Szentírással behatóan. Ez érdekes egyébként, tehát hogy nem vallásgyakorló voltam, de a Szentírás azt rendszeresen olvastam, mielőtt először betettem a római katolikus templomba a lábamat, én előtte már vagy 3-4-szer elolvastam a Szentírást, és ez egyébként is úgy a hétköznapi életemre is elkezdett kihatni, ez már egy ilyen implicit megtérésnek volt nevezhető, amire rá is szorultam minden tekintetben. És végül is nem tudom igazából megmagyarázni, de Izaiás próféta úgy fogalmaz, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én útjaim nem a ti útjaitok, de ez a mondat, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Valamiképpen ez megjelent az életemben abból a szempontból, hogy meghallja az ember Isten hangját. És ilyenkor szoktak az emberek így nézni, hogy akkor most skizofréniáról van szó, vagy valamilyen pszichológiai betegségről, de nem, mert ez nem audiális hang, egyáltalán nem, hanem ez az ember elkezd valamiképpen, és ez is csak Krisztus kegyelme, mert önmagától, illetve hát önmaga merejéből ez nem megy, egyszer csak valahogy differenciálódnak a belső megmozdulások az emberben, tehát nem is önmagunktól, hanem mondom, ez egy kegyelem, amikor rádöbben, hogy ez nem is az én ötletem, ez nem is az én gondolatom, ezt csak úgy szokták az emberek megfogalmazni legtöbbször, hogy most eszembe jutott valami, de hát nem nekem jutott eszembe valami, hanem valami jó ötlet, aminek esetleg még pozitív kihatása is van, hanem igazából az Isten gondolata, tehát az Isten szava, ezt úgy hívják egyébként egy szóval, hogy sugallat. És az ember erre válaszol. És ha az ember elhiszi, hogy ezek a belső hangok, tehát ezek a sugallatok, Krisztus hangjai, vagy Krisztus szavai, és erre válaszol, kialakul egy személyes kapcsolat. Tehát nem csak arról van szó, hogy elkezdek imádkozni, és akkor valahová a végtelenbe beszélek, valahová a végtelenbe imádkozok, és akkor ha Krisztus szól valamit, tehát annak már nem adok teret, nem adok hangot magamban,
hanem elhiszem azt, hogy Krisztus szól bennem, Krisztus szól hozzám, sugallat formájában, még egyszer mondom, nem audiális módon, mert ez nagyon fontos, mert ilyen jelenségek is vannak, de ez nem egészséges dolog. És én erre válaszolok, és kialakul egy személyes kapcsolat. Na szóval ez történt egy év vagy másfél év leforgása alatt, ez egy nagyon... Hát igazából ez otthon, Ószon, ahonnan én származom, és úgy a családomban és az iskolában is, ez egy nagyon látványos dolog volt, ez egy abból a szempontból, hogy átalakított, teljesen átformált, egy új életminőséget, új életformát kölcsönzött nekem, és adott is nekem, és hogy ezt már úgy hívjuk, hogy kapcsolatba léptem Krisztussal, kapcsolatba léptem az Istennel, és így nyilván ott az egyház berkein belül, ahová elvezetett az Úr. Tehát Isten kegyelme volt az első. És ez a kapcsolat előbb-utóbb, hogyha belátom, hogy ez milyen gondviselés, mennyire szeret engem az Úr, ez előbb-utóbb egy kölcsönös szeretetté válik. És ha kölcsönös szeretetről van szó, akkor az már az egész életre kihat, és nyilván én a legtöbbet akartam odaadni ennek a szeretett személynek, általam szeretett személynek, aki engem is szeret, még pedig önmagamat, az életemet, hogy megismertesen, tehát nem akartam kisajátítani magamnak Krisztust, és most sem akarom kisajátítani magamnak Krisztust, nyilván a magam gyengeségeivel, korlátaival, minden, de az ő szeretetét akarom átadni az embereknek, és ez motivált a papságra. Tehát mondom, hogy a lényeg az, hogy nem részesültem vallásos nevelésben, de Krisztus egyszer csak hirtelen belépett az életembe, tehát meg azt sem mondhatom, hogy csak úgy embereken keresztül, hanem csak hirtelen. Most elvitt a templomba, most így mondom, milyen egyszerűen, hogy elvitt a templomba, és megszerettette magát velem. Ózeás prófétának nagyon szép ez a mondása, ez a mondata, hogy engem, tehát hogy valahogy úgy szól, hogy megragadott engem, és kivitt a pusztába, és a szívemre beszélt. És erre kénytelen voltam válaszolni. Ugye az én családom az római katolikus, és én ezáltal katolikus, hát mondhatni katolikus nevelésben részesültem. Ugye én nekem a gimnáziumi éveim is nagyon súlyosak voltak, hát ilyen lelki értelembe véve súlyosak voltak az, ezzel a döntéssel kapcsolatban, mivel hogy én Esztergomba jártam a ferencesekhez gimnáziumba, ugye már hatosztályos gimnáziumban, tehát elég fiatalon már 12-13 évesen, hogyha jól emlékszek, és igen, tehát 12 évesen kerültem oda, és ott is érettségiztem le, és ugye már ott a közeg is úgy volt, hogy ferencesek, tehát kimondottan katolikus gimnáziumba kerültem, és ott ugye egyre jobban hát találkoztam az Istennel, de mégis fontos szerepe volt ugye az otthoni plébánosomnak, az akkori Darvas László atyának, mert egyszer még akkor az átváltoztatás közben éreztem úgy, hogy én nekem, mint hát kisgyereknek, majd ott kell szolgálnom az Úr asztalánál, így megfogalmazódott ez bennem, és hát ugye akkor úgy eltemettem, de az érettségi alkalmával, amikor jelentkeztem a szemináriumba, akkor újra előjött ez a gondolat, és ugye akkor felvett az érsek atya. Ugye jártam ott 2 évet, utána pedig volt egy törés az életembe, mivel hogy én akkor ott hagytam a szemináriumot, mert úgy éreztem, hogy az nem az én világom, mert én nem így képzeltem el, illetve voltak még más ilyen aspektusok is, amik miatt ott hagytam a szemináriumot, és hát akkor úgy éltem a világba, ugye hát akkor is tehát tanultam, képeztem magam valamilyen szinten, illetve dolgoztam, és ugye 2 évvel ezelőtt májusban fogalmazódott meg bennem az a gondolat, ez ugyanúgy, mint mondjuk Sándorba, tehát egyszer csak ott újra belépett az életembe Krisztus, és így megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy nekem lehet, hogy mégiscsak ez az én utam, ez az én hivatásom az életemben, itt tud kiteljesedni az én életem ebbe a hivatásba, és akkor felvettem a volt prefektusommal a kapcsolatot, utána pedig a benti spirituális atyával, a Szabó József atyával, és elmentem augusztusba, amikor ott van ilyen hivatás, gondozó lelki gyakorlat, akkor én is elmentem, de én egy személyesen vezetett lelki gyakorlatra hozzá, egy 3 naposra, én teljesen külön voltam a többiektől, és
ott, azon a lelki gyakorlaton kaptam egy nagyon mély meghívást Jézustól, hogy igen, hogy én meghívlak téged, hogy engem szolgálj, és hogy menjek vissza a szemináriumba, és onnantól kezdve hónapról hónapra folyamatosan igyekeztem ugye a munka mellett mélyíteni az Istennel való kapcsolatomat, és jártam is be lelki vezetésre, lelki tanácsadásra a spirituális atyához, és tavaly nyáron így jelentkeztem a szemináriumba, és fel is vett az érsek atya. Úgyhogy én bennem így fogalmazódott meg ez a hivatás. Azért, amikor a papi szolgálatról beszélünk, akkor óhatatlan, hogy ne kerüljön szóba a cölibátus. Erről nektek mi a véleményetek? Erről szoktatok-e ti beszélgetni? Igen, igazából tehát a római egyházban, tehát a papnövendékeknek is, nyilván a papnak is, tehát ebben az életformában kell élnie. Viszont ez a kell, ez nekem őszintén szóval nem igazán tetszik ez a szó, ez a kell. Na most, hogy mondjam, tehát igazából az egyháznak 7 szentsége van, ugye. És ugye az első 5 szentség van, és ugye utána pedig van maga az egyházi rendszentsége, illetve a házasság szentsége. Ez a kettő gyakorlatilag egy szinten van. Tehát egyik sem nagyobb a másiknál, nyilván két életform, két életállapot, amelyben ugyanúgy megszentelődik az ember. Na de, az az igazság, hogy amiről beszéltem az imént, hogy van arra igenis lehetőség, hogy egy személyes, és éppen volt egy alkalom tegnap, hogy erről beszéltem, egy személyes, és még egyszer kihangsúlyoznám, szeretett kapcsolat kialakul ember és Isten között. És amiképpen mondtam, azt is az imént, hogy erre válaszolni képes az ember, tud erre válaszolni az ember. Na most már az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is, ugye, Isten és az ember, vagy Isten és a nép kapcsolatát, ugye a jegyesség, vagy a házasság képével szemlélteti, tehát a Szentírás. És éppen azért, mert hogy, tehát igazából nem véletlen, mert hogy valami, tehát egy olyan misztikus szeretet alakul ki az emberben, tehát hogy képes elhagyni mindent, képes a háta mögött hagyni mindent, és nem csak lelki dolgokat, hanem akár fizikai dolgokat, biológiai dolgokat is, mert hogy osztatlan szívvel az Úré akar lenni. Na most a házasság esetében ugye arról van szó, hogy és egyébként nagyon komoly probléma van egyébként a világban manapság, tehát nem azzal van probléma, hogy most házasodjunk vagy papság, az elköteleződéssel van a probléma. Mert hogy elég komoly jelenség ez manapság, hogy tehát hogy házasságot kötni sem akarnak. És a papság esetében tehát az elköteleződés az, hogy pappá szentelődök, és itt csak az Istennek adom magam, mert hogy annyira megszerettette magát velem az Isten, és annyira szeretem őt, hogy igazából egy személyes kapcsolat alakul ki köztem és Isten között, amire így válaszolok. Idézem, tehát idézőben mondom most, hogy házasságot kötök az Úrral, az Istennel. Magával, az Istennel, mert hogy én őt akarom közvetíteni, vele akarom leélni az egész életet. És itt jön az képbe, hogy lehetséges-e a személyes kapcsolat Istennel. Mert ha valaki úgy gondolja, hogy nem lehetséges ez a személyes kapcsolat Istennel, az a helyzet, hogy az valamiképpen csorbítja az egyház tanítását. Mert ugye Jézus Krisztusban megjelent ugye az Isten maga, és feltámad. Jézus ma is él. Tehát lehetséges a vele való személyes kapcsolat. Istennel, Jézus Krisztuson keresztül lehetséges a személyes kapcsolat, egy igazi szeretett kapcsolat. Na most nem hasonlítanám azért mégsem ezt az életet a házassághoz abból a szempontból, hogy én megmondom őszintén, én nem szeretem azt a szót, hogy szerelem. Mert azért én azt gondolom, hogy más. Tehát ez egy misztikus szeretet, én ezt a kifejezést használnám, ami nagyon mély. Érdekes, hogy mielőtt a szemináriumba léptem, én is szerelmes lettem. Na hát mondom, most mi van, mert hogy készülök, hát már a szemináriumba, már itt van a nyár, hát szeptemberben költözni fogunk be. És érdekes dolog ez, hogy tehát ez a szeretet valahogy mélyebbről fakadt, mélyebb volt az Isten
tehát az Istennel való kapcsolat. Éreztem, hogy amikor erre a lánykára gondolok, vagy nyilván, tehát ez az volt egyértelműen, ez szerelem volt, de ez más volt, ez az Istennel való kapcsolat, ez viszont még mélyebb volt. És akkor most úgy próbáltam így differenciálni megint, hogy most, jó, félreteszük az Istent. Elképzeltem, hogy ez milyen. Hát valami hiányzott. Nagyon hiányzott valami, hát és nem is valami, hanem valaki. Tehát nyilván ez az Istennek való teljes osztatlan önátadás. Aztán pedig félretettem ezt a földi és értelemben vett szerelmet, és valami megint csak hiányzott, de nem volt annyira mély ez a hiány. Tehát igazából ezt nem lehet igazából megmagyarázni. Pontosan maga ez egy misztérium, ez egy ajándék, ez egy karizma, amely csak akkor tud megélni az ember, ha valóban szereti az Isten. Tehát nekem nem mondja azt valaki, hogy meg lehet élni a celibátust Isten szeretet nélkül. Mert ha nincs Isten szeretet, akkor én azt mondom, hogy annál papnál nem lesz celibátus sem. Tehát itt nem arról van szó, hogy megtagadom önmagam, hanem én együtt akarom leélni az életemet Istennel. Mert ez nem feltétlenül arról van szó, hogy Isten kéri tőlem, hanem ez egy idő után az emberben lévő igény. És ezt így hétköznapi gondolkodásmóddal nem is lehet szerintem megérteni, és nem is akarom annyira szaporítani a szót, de az a lényeg, hogy ez egy válasz az Isten hívására. És nem beszél arról, hogy ez egy jel a világ számára. Egy egészen alapvető dolognak a jele, hogy van Isten, és a hitelesség kérdése. Igen, ezzel a kérdéssel én is már sokszor találkoztam, és mindig más-más választ igyekszek adni, megpróbálok mindig alkalmazkodni a hallgatósághoz, ugye, hogy most kimondottan ebbe a kérdésbe mire akarnak rákérdezni. Igazság szerint most, hogyha meg kell fogalmazni, két dolgot tudok megfogalmazni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik, amit Szent II. János Pál pápa is nagyon gyönyörűen leír Pastoris Dabo Vobis kezdetű enciklikájába, hogy az a lelki pásztori szeretett szolgálat. És ezt nagyon gyönyörűen kifejti, hogy ez gyakorlatilag, tehát a mélységei, ami ez a szó összefüggés, amit rejt mélységeiben, ez gyakorlatilag máshogy nem lehet csinálnunk. És ugye a másik, az, amit most az elmúlt hónap során tanultunk, ez a francia szó, hogy szettő, és ez azt akarja, hogy szabadon, egészen, teljesen és önként. Ezt ugye mi a hitre tanultuk, hittel kapcsolatban, hogy ugye a hit az válasz az Istenre, és az mindenféleképpen egy szabad döntés, ez egy egész döntés az ember részéről, ez teljes döntés, tehát teljes odafordulást igényel, és hogy önként. Tehát, hogy semmi nem befolyásolja. És ezt nagyon sokszor nehéz elhinni az embereknek, hogy ezt a döntést mi az Isten mellett, tehát szabadon és önként hoztuk meg. Ez nagyon nehéz, mert sokszor találkoztam azzal, hogy azt mondták, hogy ó, hát anyád akarta, hogy menjél oda, ó, hát apád, ó, hát ő, ó, hát az, rákényszerített gyakorlatilag, de nem. Ezt mi szabadon és önként hoztuk meg ezt a döntést, és igazság szerint ez a teljes odafordulás az Isten felé, és ugye az Isten által az emberek felé, amit meg kell élnünk, azt máshogy nem lehet. Szoktatok-e azon gondolkodni, hogy mi az, amit majd a ti egyházközségetekben szeretnétek elérni, kiket szeretnétek elsődlegesen megszólítani? Ami engem illet, én leginkább úgy a fiatalsághoz értek. Az idősebb emberekkel is megtalálom igazából az összhangot, de hogy mondjam, én valamilyen szinten, tehát nem azt mondom, hogy infantilis vagyok, de én valamilyen szinten azért egy nagyon nőtt gyerek vagyok. Tehát én nagyon tehát önfelett tudok lenni, flow élmény, és tehát, hogy nagyon jól együtt tudok mozogni így a fiatalokkal, egyrészt azért, mert ők is érdeklődnek, másrészt azért, mert hogy
ez is egy evangelizációs dolog, hogy számukra megdöbbentő, hogy a kis pap vagy a pap az igenis barátkozik, hogy lehet barát is. És nem tudom, én akármikor, hogyha lelkivezettem is fiatalokat, tehát ez a fiatalok körülbelül 14 és 25 év között, akár lányokat, akár fiúkat, akár csoportokat vezetem, tehát igazából az utolsó ilyen feladat vagy kérdés mindig az szokott lenni a részemről, hogy névtelenül adjanak visszajelzést. És hát azt szokták a legtöbbször így visszajelezni, hogy ennél jobban ne nőj fel, tehát mindig ilyen vidám marad, ilyen szórakoztató marad. Persze nem arról van szó, hogy tehát nem a, hogy mindenben velük kell lenni. Tehát, hogy mondjam, nyilván van egy mai fiatalkori áramlat, de nem kell őket támogatni mindenben, vagy megerősíteni mindenben. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most buli lesz, vagy diszkó lesz hajnali 3 óráig, és akkor én megyek veletek, mert hogy ez most evangelizációs dolog, hogy milyen nagy dolog, hogy a kis pap vagy a pap itt van a világban. Nem, hanem egyszerűen csak úgy tudom mondani, hogy tudok velük önfelett, és hát most ezt a szót használom, bocsánat, hogy őrült lenni. Tehát, hogy kikapcsolódni szabadon, játszani velük, akármi, csak az a dolog, hogy az a lényeg, hogy valami, tehát mindenképpen egy jó dolog legyen ez, valami értékes dolog legyen ez, ne negatív. És fontos szerintem az önfeledtség. Nagyon fontos. A flow élmény egyébként is, hogy az ember kicsit tényleg önmaga legyen. És hogyha látják a fiatalok, hogy önmagad vagy, az őket nagyon vonza. Látják, hogy egy vagy közülük, ez őket megint nagyon csak vonza. Tehát én azt vettem észre, hogy az én karizmám az, hogy a fiatalokkal foglalkozza, és nagyon komoly és nagyon mély lelki dolgokat meg lehet velük beszélni. Nagyon nyitottak. Hogyha látják, hogy velük vagy, de ugyanakkor nem a negatív dolgokban, hanem a pozitív dolgokban, hogy az ember nyitott feléjük, egy valaki közülük, megnyílnak. És nagyon komoly és mély lelki beszélgetéseket lehet velük folytatni, és megbíznak az emberben. Tehát, hogy mondjam, a jövő egyértelmű, hogy az a fiataloké. Tehát, mert őt elénekelgethetjük a templomban, hogy keresztények, sírjatok. Tehát igen, de én nem hiszem, hogy ez a jövő kereszténység, ez a keresztény élet, hanem tényleg a vidámság, amit én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály az új egyházi áramlatokat nem biztos, hogy be tudja már fogadni, de a jövő egyháza mindenképpen a fiataloké, és valahogy meg kell velük kézreeltetni, hogy mi a keresztény öröm. Mi a katolikus öröm, hogy ilyen van, nem kell sírni, nem kell szomorkodni, igenis örömteli az élet. És a fiatalok vannak leginkább ráhangolódva, én is fiatal vagyok, nem vagyok még megöregedve, bár néha úgy érzem, mintha idős lennék, vagy öreg lennék, de én azt tűztem ki, hogy nagyon szeretném őket összefogni, akárhol leszek, megérinteni az ő lelki világokat, a szívüket, és tényleg, hogy megértsék azt, hogy én megértem őket, együtt érzek velük, és hogy tényleg, amit nagyon hiányolnak ma a fiatalok, hogy szeretni őket. Nagyon fontos szeretetet adni nekik. És hát nekem ez egy belső titkos vágyam, de most úgy kimondom, amúgy is egy-két embernek már úgy mondom, hogy én nagyon örülnék, hogyha majd annak idején majd lenne kispapom. Tehát nem azért, mert hogy ez valamilyen egoista dolog, hogy engem hitelesnek talált, és akkor rajtam keresztül megérintett az Úr, és ahogy jó, elmegy szemináriumba, és ő az én kispapom, hanem azért, mert hogy az eleve egy jó dolog, hogy rajtam keresztül, mint eszközön keresztül megérint valakit az Isten, és ahogy a papságra elhívja, de az, hogy látni, hogy igazából tényleg van annak eredménye, van annak gyümölcse, amikor ilyen nyitottsággal, vidámsággal, a keresztény örömmel megérintődik az ember, megérintődik egy fiatal, és igenis képes odaadni magát majd az Istennek. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen dolog, hogy valahogy hivatásokat nevelni, akár papokat nevelni. Ez nekem egy ilyen belső ilyen érzésem, mert hogy mondom, hogy ráhangolni a fiatalokat az Istenre, tehát ez az ilyen igazi programom. Én egyetértek a Sándorral, de mégis máshogy közelítem meg ezt a dolgot, mert ugye hát nekünk most éppen illetékes, mert tanuljuk kateketikából ezt, hogy kéne az egyes korosztályoknak
ugye az evangelizációt egyes korosztályokban, hogy kéne evangelizálni. És én mégis azt mondom, hogy gyakorlatilag meg kell tapasztalnunk majd a későbbiek folyamán, ugye én még fiatalabb is vagyok, mint a Sándor úgy a mind életévben, mind pedig ugye a tanulmányokban, de mindenféleképpen, hogyha kikerülünk, meg kell tapasztalnunk, hogy, és fel kell ismernünk azt, hogy mi nekünk, mi a karizmánk, hogy kiket tudunk megszólítani. Tehát és én ezt úgy gondolom el, hogy minden egyes korosztálynál valamilyen szinten nekünk tanítani kell. Tehát kezdve az óvodáskortól, és egészen az élete utolsó napjait élő öreg emberrel. Tehát mindegyikhez oda kell mennünk, minden korosztályhoz, és meg kell próbálni ráhangolódni, és tanítani nekik mind ugye az evangéliumot, mind pedig a hitet. És hát ugye ezt a legjobban azzal lehet, hogyha mi hitelesek vagyunk. Tehát, hogyha mi éljük, amit tanítunk, akkor más látni fogja, hogy ez nem egy hol dolog, amit csak tanítunk, ugye, de nem élünk. Mert ugye ez egy élő dolog. Tehát ez nem az van, mint hogy, mint például a könyv, hogy most valaki kigondolt valamit, leírta, és akkor felraktuk a polcra, és akkor az gyakorlatilag az egy hol dolog, úgymond, ugye, mert le van írva, de az már, hogyha eltelik 1-2-300 év, azt már nem lehet élni. Viszont a hitet 2000 év után is ugyanúgy lehet élni. És ugyanúgy kell is élni, és én szerintem, még egyszer hangsúlyozom, hogy tehát minden egyes korosztályhoz oda kell menni, akár be kell menni az óvodába, tartani egy hittanórát, akár az alsó tagozatosokhoz, akár a felső tagozatosokhoz, gimnázium, egyetem, és így tovább, ahol lehetséges, és meg kell próbálni, ki kell magunkat próbálni, mert ugye, tehát mondjuk meg őszintén, hogyha bemennénk egy óvodásokhoz, tehát ők nekik teljesen máshogy van az igény a vallásra, mint akár egy alsóbb osztályosnak, egy felsőbb osztályosnak, és máshogy is kell az embernek felkészülni a hittanórára, és máshogy veszi el gyakorlatilag az energiát, mert ugye hát egy kisgyereknek folyamatos mozgása van igénye, és hogyha mondjuk nekünk rossz napunk van és bemegyünk, akkor nem biztos, hogy úgy tudunk hozzájuk viszonyulni. De én szerintem tehát mindenhol ki kell próbálnia magát, és akkor ahol ráérzett, hogy ő ezt tudja csinálni, és mindenképpen fontos, hogy jó hitoktatók legyenek még az atya mellett. Hogy tényleg akik ugyanúgy igyekeznek a mindennapjaikban a család mellett élni a hitet, és ők is hitelesek, és hogy jól adják át a hitet. Jártatok-e már Felső Zsolcán? Most hogy érzitek itt magatokat? Mi az, amit vártok ettől a pár naptól? Számomra ez a második alkalom, mert hogy hát most nem tudom pontosan megmondani, mert tegnap is gondolkoztam rajta meg a héten is, de 10 hónapja vagy 9 hónappal ezelőtt voltam itt, ugyanígy lelkipásztori hétvégén, péntek és vasárnap között. Számomra az egyik legjobb lelkipásztori hétvége volt, egyébként is a környék tetszik. És az atyával is, hogy megismerkedtem, tehát akkor találkoztam vele először, számomra nagyon jó benyomást tett, és igazából azt kell így mondani, hogy tehát nagyon kedves emberek élnek itt, legalábbis nekem ez a benyomásom, és amin még meglepődtem, mert hogy hát sajnos ezen meg kell lepődni, hogy felnőtt keresztények is élnek itt, mert hogy ez annyira nem természetes manapság. Tehát, hogy szervezik tehát a hívek is az imádságokat maguknak, a plébánosnak nem kell úgy éreznie magát, hogy ő Disneyland plébánosa, ahol csak gyerekek vannak, és akkor nem lehet menni szabadnapra, meg nem lehet menni rekollekcióra, vagy nem tudom mire, mert sajnos ez is előfordul olykor, hogy a plébános úgy tűnik, mint a tényleg Disneyland plébánosa lenne. Én itt egy nagyon, tehát önálló, ugyanakkor nagyon kedves, és nagyon szép katolikus keresztény életet látok itt.
De nyilván mondom, hogy egyébként is hogy van közösség, tehát ezt látni, hogy így az atyával is van közösség, illetve hogy úgy az emberek egymás iránt is tényleg ők kellő tisztelettel viseltetnek, ami nagyon fontos a mai világban, mert ez is ugye kikopó félben van. Szóval én azt várom ettől a hétvégétől, hogy igazából most csak nagyon röviden összefoglalva, hogy semmi többet nem várok annál, mint amit 8-9-10 hónappal ezelőtt tapasztaltam. Én ugye ilyen formában, hogy lelkipásztori hétvégén, most vagyok itt először, viszont átutazóba sokszor jártam már itt, megfordultam, mert ugye édesanyám virágkötéssel is foglalkozik, de már a nagy idejét nem az veszi ki, és akkor mindig jártam ide koszorúért, illetve fenyőért. Hát, hogy mit várok ettől a hétvégétől, igazság szerint megfogalmazni úgy nem tudom, hogy most mit várok tőle. Igyekszek alkalmazkodni mindenféleképpen az egyes adott helyzetekhez, és a helyzetekben mindig meglátni azt a pozitív dolgot, ami jó hatást kelt nem csak én rám, hanem esetleg a másik emberre is, de ez tényleg jó volt látni ugye tegnap este is, hogy tényleg, hogy ilyen felnőtt keresztények vannak itt, akik önmaguknak megszervezik az imádságot, például a rózsafűzért, illetve a keresztutat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy megosztottátok velünk gondolataitokat. Köszönjük a lehetőséget.